Jó estét kívánok, ez a Hír Hét, az M-Plain Televízió hírműsora. Nézzük főbb híreinket röviden. Az aradi 13-ra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki a szabadságharc tábornokait. Kevesebb, de jobb minőségű a termés. A Tokaj Kereskedőház idén prémium árat ad a különlegesen magas cukortartalmú szőlőért. A Kárpát-medencei szlávok népi gyógyító mágiáival és hiedelmeivel ismerkedhettek a sátoraljaújjai szlovák iskola diákjai. Nemzeti gyásznap a mai. 1849. október 6-án a szabadságharc leverése után Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Pesten ugyanekkor ítélték halálra Batthyány Lajost, az első magyar független miniszterelnököt. Zemplénnek is megvan a maga vértanúja ebből az időből. E napokban emlékezünk meg Kazinczy Lajosról, akit október 25-én lőttek főbe Aradon. Ma szerte az országban és adásunkkal majdnem egy időben szép halomban is megemlékezést tartanak a szabadságharc mártír halált halt hőseinek emlékére. A hadbíróság Eugén von Baradlait golyó általi halálra ítélte. Az ítéletet végrehajtani. Jól ismert jelenet a Kőszívő ember fiai című filmből. A Jókai teremtette Baradlai Jenő a szerencsésebb kivégzett főtisztek egyike lett volna 1849. október 6-án. A valóságban a kivégzett 13 aradi vértanú közül 9-et felakasztottak, ami egyben megszégyenítés is volt. A megtorlásra és az Aradon kivégzett 16 magasrangú főtisztre, a Pesten halálra ítélt Batthyány Lajosra emlékezünk ezen a napon, valamint arra a sok ezer emberre, akik valamilyen módon azért bűnhődtek, mert részt vállaltak a szabadságharcban. Ezreket ítéltek nagyon súlyos börtönbüntetésre, várfogságra. Például itt tőlünk nem nagyon messze van Munkács, a munkácsi várbörtönt legalábbis a látképét mindenki ismeri, tehát a föld alatti börtönök vannak Munkácson, és hát nagyon sokat több évre, főleg ugye akik valamiféle katonai tisztséget viseltek, ítéltek volt, aki csak 1853-ban szabadult. A 14. aradi vértanúként emlegetik Kazinczy Ferenc 8. gyermekét, Kazinczy Lajost. A fiatal ezredest alig 29 évesen, október 25-én lőtték főbe. A katonai pályán elinduló Lajos már leszerelt katonaként állt újra hazája szolgálatába. A felső tiszavidéki hadtest vezetője lett, ő nem Világosnál, hanem Veselényi Zsibói birtokán tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt. Szabadságharc nagy csatáiban nem vett részt, ugye, mert nem ezen a területen zajlottak a csaták, ezt jól tudjuk, de a hadseregét ő megőrizte, és hát azért, mert mondjuk nem volt olyan súlyos büntetése, mint Damjanich, Aulik, stb. A 13-nak, őt kegyelemből főbelövésre ítélték. A történészek, hadtörténeti kutatók máig nem mondtak le arról, hogy Kazinczy Lajos földi maradványát megtalálják az aradi várszáncárkában, és nemzete tisztességes temetésben részesíthesse. A kutatásokat az akadályozza, hogy a vár ma is katonai objektum, így a régészeti ásatások megszervezése nagyon bonyolult lenne. Addig viszont szép halomban felállított szobra előtt emlékezünk rá, október 6-án. Sárospatakon az iskolakertben tartották meg az aradi 13 emlékére rendezett városi ünnepséget. Az önkormányzat képviseletében Donkó József mondott beszédet a megjelenteknek. A magyar szabadságharc hősei előtt tisztelegve Sárospatakváros önkormányzata, intézményei és iskolái megkoszorúzták Kazinczy Lajos honvéd tábornok szobrát. Ünnepi műsorral emlékeztek Sárospatakon az aradi vértanúk emléknapjára. A II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai műsorukban a 13 tábornok, Batthyány Lajos miniszterelnök és a 14. vértanúnak nevezett Kazinczy Lajos életét és halálát idézték fel. Az önkormányzat képviseletében Donkó József irodavezető mondott beszédet. A hazafiság jelentését Márai Sándor szavain keresztül magyarázta. Mindig mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit ne várj hazától. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri. Példaképekben mi magyarok igencsak bővelkedünk, mondta Donkó József. Beszédében a 300 spártai katona ismert történetéhez hasonlította azt a csatát, amit Nyergestetőn vívtak meg a Termopüleihez nagyon hasonló körülmények között a székelyek 1849-ben. A szabadságharc során sokan váltak hőssé, akiknek bátorsága követendő példa minden magyar számára. A magyar szabadságharc hősei közös értékek eszmék mellett tettek tanúbizonyságot életükkel és halálukkal egyaránt. Azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak a szabadság soha nem csak a valami ellen történő fellázadást jelentette, hanem sokkal inkább azt, hogy kiállunk valamiért, kiállunk valami mellett. Kiállunk a velünk született szabadságunkért. Az emlékezés fontosságát, a hagyományok tiszteletét az idősebb nemzedékeknek kell megtanítani a fiatalabbak számára. Az október 6-ai ünnepségek célja, hogy együtt emlékezzünk és tovább örökítsük az ősök által ránk hagyott értékeket. Az aradi 13-ra emlékeztek a Sárospataki Református Kollégium diákjai is. Az ünnepségen a tanulók a tábornokok tetteit felelevenítő műsort adtak, majd az iskola együtt vonult át az iskolakertbe megkoszorúzni Kazinczy Lajos honvéd tábornok szobrát. Az idei ünnepség legfontosabb célja volt, hogy a legfiatalabb korosztály is megértse az 1848-as események máig tartó hatását. Ünnepi műsorral emlékezett meg a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma és általános iskolája az aradi vértanúkról. A borús idő miatt az ünnepséget a református templomban tartották. A harmadikosok a hősök életét, örökségét mutatták be, és gyertyát gyújtottak értük. Azért, hogy megemlékezzünk, és mindenki a 100 év múlva is emlékezzenek ezekre a hősökre. A fiatalabbak nem biztos, hogy értik az akkori események napjainkig tartó hatását. Ezért tartották fontosnak a tanárok, hogy általános iskolások tartsák az ünnepi műsort, akik így közelebb kerülnek a történelem egy pontjához. A próbák alatt megértették és átérezték az aradi vértanúk szerepét és tetteik jelentőségét. Számunkra azért különleges, mert elég kicsik vagyunk. Ettől a korosztálytól nagyon messze áll ez az ünnep, ez az időszak, ez a korszak. Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy ők is megérthessék kicsit azt az időszakot, azt a korszakot, amiről beszélünk. Nagyon méltóságteljesen zajlottak a próbák, nagy örömmel, nagy boldogságban, mert mire a műsor végére értünk, nagyon élvezték a gyerekek. A református egyházközösség összes intézménye küldetésének tekinti olyan fiatalok kinevelését, akik szeretik hazájukat és ismerik a magyar múltat. Az iskola hitvallása szerint a nemzeti ünnepeken tartott megemlékezések segítik a diákságot, hogy a társadalom építő tagjaivá váljanak. Egész munkálkodásunk során nem csak a tanórákon, hanem viselkedésünkkel és így például a megemlékezésekkel is hazafiságra, hazaszeretetre, hagyománytiszteletre neveljük a gyermekeinket, és mindezt úgy, hogy mind a tanórán, mind a tanórán kívül értéket közvetítsünk, és magas szintű oktatást is. A közösségépítés egyik legfontosabb eszköze lehet, hogy generációk együtt vesznek részt az ilyen ünnepségeken. Ezért a kollégium egész közössége az általános iskolától a teológiáig képviseltette magát egy-egy koszorúval Kazinczy Lajos szobránál. Az aszályos év miatt körülbelül 20%-os a terméskiesés Tokajhegyalja a szőlő ültetvényein. A magas napsütéses órák száma miatt viszont, ha kevesebb is, de jobb mennyiségű szőlő termett idén. A legnagyobb állami felvásárló is a minőségi termelés irányába tereli a gazdákat. Idén először egyfajta prémium árat is adnak a prémium minőségért. Október 1-ére szinte az összes szőlőt leszüretelték már Tokajhegyalján. Az idei száraz napos év az oka a korai szüretnek. A szőlő mennyiség átlagosan 20%-kal kevesebb a vártnál, a minősége azonban kiemelkedő. A legnagyobb felvásárló az állami társaság, éppen ezért sávos árképzést alkalmaz. Nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy milyen minőségben vesszük át a szőlőt, és ezért Tokajhegyalján egyedülállóként a Tokaj Kereskedőháznál van meg a szőlő minősítéssel történő átvétele,
hiszen mi a mustfokhoz kötöttük a szőlő árát, így a legalacsonyabb 90 forint per kilogrammos ártól egészen a 130 forintos árig jutunk el, ezzel ösztönözve a gazdákat a nagyobb minőségű szőlő termelésére. A borszőlők között idén további különbséget is tettek. Válogatott szakértők által kiválasztott területek gazdáival külön szerződést kötnek a szőlőre, hogy a legjobb alapanyaggal rendelkezzenek. Eddig ugye nem igazán volt közös a kockázatvállalás, tehát ezt egy korrekt dolognak tartom, hogy tehát közösen vállaljuk be, hogy ha én nekem például le is romlik az állaga a szőlőnek, ők akkor is ugye megfizetik érte a 150 forint nettó árat. Ez az összeg lenne egyébként a rentábilis a szőlő kilójáért, ennyiből már fejleszteni is tudnának a gazdák. A folyamatos fejlesztés pedig egyre jobb minőségű szőlőt, majd tokai bort jelentene. A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében Szepsi Lackó Máté nyomában címmel projektzáró konferencia zajlott Erdőbényén. A két éves 85%-os Európai Uniós támogatással megvalósult 240 millió forint összértékű program a szlovákiai Szepsi Város vezetőpartnerségével a magyarországi Erdőbényével közösen valósult meg. A projekt központi elemét az aszúborral kapcsolatos attrakciók jelentették. A projektzáró konferencia részeként Erdőbényén ünnepélyesen átadták a Szepsi emlékházat is. Szepsi Lackó Máté az aszúbor megalkotója. Tokaj hegyalja világhírnevét alapozta meg az 1600-as években, fogalmazott ünnepi köszöntőjében a régió kormány megbizottja. Demeter Ervin kiemelkedőnek értékelte az Európai Uniós együttműködést Erdőbénye és Szepsi városa között. Az erdőbényeiek, és hát a társult Szepsi városa jó példával járnak elől, hogy a világörökségi lehetőségeinkkel hogyan kell élni, hogy a múlt örökségét a mai igényekhez alakítani és a ma szolgálatába állítani, úgyhogy annak az értékeit megtartjuk. És hát abba is segít ez a projekt, hogy a politikai határok által elválasztott közösségek egyre közelebb kerüljenek egymáshoz. Erdőbénye polgármestere rendkívül hasznosnak és eredményesnek minősítette az együttműködést, melynek során felépülhetett ez a Szepsi Lackó Máté emlékház. Szepsi Lackó Máté Szepsi városában született, és Erdőbényén élt az 1630-as években, amikor is ezt a neves tokai aszút elkészítette, ennek a technológiáját, és hát bizony 1633-ban itt is halt meg, tehát a nyugvóhelye itt van. És gondoltuk mi, a két település vezetői, hogy ebből kell valami olyat csinálni, ami maradandó, valami érték az utókor számára és a jelenkor számára, és mindenféleképpen a Szepsi Lackó Máté emlékét is azt, amit alkotott, ezt meg kell mentenünk, és ezt egy közös projekt keretén belül valósítottuk meg. A két éves Európai Uniós projekt a szlovákiai Szepsi önkormányzata vezető partnerségével valósult meg. Nagyon jó csapat állt össze, ugyanis a feltételek nagyon nehezek úgy adminisztrációs szempontjából, mint pénz szempontjából, annak ellenére meg tudtuk oldani, és valahol biztató jelek arra, hogy ez a csapat tud tovább működni, és hisszük, hogy pontosan ezeknek a történelmi értékeknek a kapcsán új és új eredményeket lehet lesz behozni ebbe a térségbe. Az emlékházat Tóbiás Zoltán református lelkész és Szőke Gábor római katolikus atya áldotta meg. Ezt követően elkezdődött a Szepsi Lackó Máté nyomában című projektzáró konferencia, ahol Tokaj hegyalja értékeiről szóltak az előadók. Tulajdonképpen a turisztika fejlesztésre, idegenforgalmi fejlesztésre összpontosított mind a két település, és ez lett a központi eleme, ami köré nem csak ennek a projektnek keretében, hanem majd a későbbiekben is szeretnénk építkezni. A konferenciát késő délután szüreti felvonulás követte, melyben részt vettek a szlovák partnerek is. Az éjszakában nyúló születi ünnepség méltó lezárása volt a két éves európai együttműködési programnak, tudtuk meg a projektvezetőktől. Népi hiedelmekről és a népi gyógyászatról tartott előadást a szlovák iskola tanulóinak az ELTE szláv tanszékének vezetője. Dr. Zsilák Mária a Magyarország északkeleti vidékén élő tótok népi orvoslásához köthető szokásairól beszélt a fiataloknak. A néprajzkutató mesélt a gyerekeknek a ráolvasásról, a szavak gyógyító erejéről is, és azt is elmondta, mindezeket hogyan használták a környéken élő szlovákok.
A népi gyógyászat nem egyenlő azzal, amit ma természetgyógyászatnak nevezünk. A néprajzkutatók szerint a nép betegségről alkotott fogalmai és azok gyógyítása jelentősen eltér a ma alkalmazott eljárásoktól. A babonasságok a mágia szerves részét képezik a népi gyógymódoknak. Ezek pedig olyan dolgok, amelyekről egy tizenéves fiatal alig ha hal iskolai keretek között. Erről a misztikummal átszőtt furcsa, sőt esetenként rémisztő szertartásokban bővelkedő témáról tartott előadást a szlovák iskola diákjainak az ELTE szláv tanszékének vezetője. Az egyetemi tanár az iskola anyanyelvi oktatását ellenőrizte a napokban, emellett pedig saját kutatási témájából is ízelítőt adott. Így a jót a hasznossal összekötve megkértük az előadónkat, a szakértőasszonyunkat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem szláv tanszékének vezetőasszonyát, hogy a gyermekeknek tartson erről a érdekes témáról egy előadást, szívesen vállalta, és én bízom benne, hogy nagy sikerrel fog járni ez az előadás. A szláv tanszék vezetője előadásában igyekezett olyan példákat hozni, amelyek erről a vidékről származnak. Ugyanis más gyógyító eljárásra volt szükség az Alföldön élő szlávok között, és más az erdőben, az erdőből megélő tótok között. Egy dologban azonban a hiedelmek találkoznak, a különböző országrészekben. Mindenhol jellemző volt a szavak gyógyító erejében való hit. Ezeket a rigmusokat, szövegeket gyűjtötte hazánk e vidékén dr. Zsirák Mária. Aki tudott mágikus gyógymódokat, ismert mágikus gyógymódokat, azt titokban kellett tartani. Mert a szó erejében hittek, a szó gyógyító erejében. De ugyanakkor ért az a babona, ha ezt valaki illetéktelen meghallja, akkor elmúlik az ereje. Tehát ezt nagyon nehéz volt átörökíteni, azért olyan emberek, akiket még így gyógyítottak, emlékeznek rá. A beszélgetésen a tanárnő arra is kíváncsi volt, a gyerekek mit tudnak őseik múltjáról. A válaszokból kiderült, a mai tizenévesek tapasztalatból alig ha, már csak könyvekből és ehhez hasonló előadásokból idézhetik fel dédszüleik életét. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Az aradi 13-ra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki a szabadságharc tábornokait. Kevesebb, de jobb minőségű a termés. A Tokaj Kereskedőház idén prémium árat ad a különlegesen magas cukortartalmú szőlőért. A Kárpát-medencei szlávok népi gyógyító mágiáival és hiedelmeivel ismerkedhettek a sátoraljói szlovák iskola diákjai. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket megtekinthetik a www.zemplentv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@internetker.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!